A legnagyobb keresztény esemény a húsvét, Jézus Krisztus halálának és föltámadásának az ünnepe. Hétfőn kezdetét vette a nagy hét, amely a húsvétre való készülődés legintenzívebb periódusa, és egészen nagy szombatig, a húsvét kezdete előtti utolsó napig tart. A keresztény egyházak 2021-ben a húsvétot ismét másként, a több évszázados hagyományoktól eltérően ünneplik. A koronavírus elleni intézkedéseket maradéktalanul be kell tartaniuk, a katolikusok ezért is döntöttek úgy, hogy idén nem lesznek sehol az országban vasárnapi körmenetek. Vannak korlátok, vannak változtatások, vannak dolgok, amik elmaradnak, van, ami másképp történik a liturgiában, akár a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombati eseményekre gondolunk, vagy éppen húsvét vasárnapra tettük át most már évek óta húsvéti körmenetünket, ez idén szintén elmarad. Az evangélikus egyház nagy pénteken és húsvét vasárnap csak rövidített, ének nélküli Isten tiszteletet fog tartani. A mostani helyzetben már második éve nem tudjuk megélni húsvét ünnepét, illetve nagypéntek ünnepét. Nálunk evangélikusoknál talán mondhatni, hogy a nagypéntek egy kiemelkedő ünnep. Ilyenkor a legtöbben szoktak jönni úrvacsorai közösségben részt venni, és hát idén ez sajnos másodszor elmarad. A reformátusok pedig kizárólag online formában fogják közvetíteni az Isten tiszteleteket. Istennek hála a digitális eszközök segítségével eljuthat hozzánk az Isten igéje, a tévé képernyői előtt, az internet segítségével. Így a megszokott időben meghallgathatjuk, megnézhetjük a református Isten tiszteletet a gyülekezet Facebook oldalán, YouTube csatornáján, ezek elérhetők. A húsvétot megelőző nagy hét a virágvasárnappal kezdődik, majd ezen a héten a húsvéti szent három nap. A nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat következik. A húsvéti ünnepkör nem zárul be húsvét hétfővel. Az ezt követő hetedik vasárnapig, pünkösd vasárnapig tart, amikor a keresztény világ a Szentlélek kiáradását ünnepli.